Szép napot kívánok nektek, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok. Újabb nap, újabb Káosz TV. Az EFOT fesztiválra megyünk, nem más módon, mint egy kis busszal. Az Oscar-tól kaptunk egy kis buszt, és forgatunk már a buszba is, úgyhogy gyertek velem! Hát fiatalok, milyen buszt és utat intéztem nektek, tetszik? Legjobb veled. Csak velem vagy a buszban? Hát igazából jobb, mint a vonat. Volt ugye tavaly előtt Balaton Sound, oda is Oscarral mentem, meg haza is. Szóval én nagyon preferálom ezt a szolgáltatást. Lennél Oscar sofőr? Lennék, csak ugye mivel mindig iszok, meg mindig fesztiválozok, ezért nem lennék. Mi nem tudsz, oké. De amúgy van jogsid. Persze, persze. Te mesélj nekünk egy picit a fesztivál szokásaidról, hogy mely fesztiválokat, milyen zenéket szeretsz egyáltalán? Hát én igazából ilyen soundos típus vagyok inkább, és... Jó helyre jössz, hogy az EFOT-ra jössz. Hát jó. Sajnos nincs más lehetőség, úgyhogy úgy voltam el, hogy ha már az nincs, most nincs meg a lehetőség, akkor legalább egy EFOT-ra nézzünk. Kik érdekelnek a mai napon? Hát a mai napon, hát Dani meg Kevint mindenképp megnézzük, mert én személy szerint követem a munkásságukat már egy ideje. És rólad mit kell tudni? Hanyadik fesztiválod ez? Milyen fesztiválokat szeretsz? Mire szeretsz járni? Hát nekem ez lesz az első fesztiválom. Jézusom, ezt nem mondod komolyan, de te az hogy élhetted ezt túl, hogy neked ez az első fesztiválod? Hát mire számítasz akkor ma? Hát remélem, hogy nagyon berúgunk, és nagyon jó buli lesz. Egyébként kapcsolatban voltam, és ezért nem voltam egy fesztiválon sem, és ennyi. 21 éves vagy, és nem voltál még fesztiválon. Nem csúfoltak emiatt téged amúgy, hogy fúj, még nem volt. Jó, repülnek a piák! Nem, sosem kérdeztük meg, hogy voltam-e egyáltalán fesztiválon. Regina csúfolt mindig, hogy nem megyek vele, de hát... Ugye? Arra kell szerintem menni amúgy. Szia Danikám, te mit keresel itt? Hát én fellépek a rádió egy színpadon! Ja, és haragszol, hogy nem vettem fel a telefon most már nagyon régóta neked? Azt ugye igazam, hogy igazi seggfej, mert pénzt akartam adni neked, de nem, de nem veszed. Ja, adod a most, adod a most, adod a most! Az a baj, hogy most már feltöltöttem a számlámra. Elkötötted, mennyit akartál adni nekem? 3 kilót, 4-et? Nem veszik. Tesóm, azt azonnal adj már, hogy egy kis pénzt adhatnátok, hogyha van. Most már nem csajozhatsz, az milyen, de komoly kapcsolatod van. Hát figyelj, egy picit így börtönben érzem magam, de egy jó börtönben, egy luxus börtönben. Szép, szép mentés, szép mentés. Jövőre dumálunk, jövőre. Már ugyanitt. De azt mondjátok már nekem, hogy amúgy sátoroztok, vagy van itt szállás? Sátorozunk is, de tegnap nem aludtunk itt. Hazamentünk Budai Masszív koncert után. Hazamentetek Budapestre? Nem, Velencén van egy szállásunk. Szállásunk. És ott... Nyaralótok? Igen, ott szoktunk aludni. Drága, értékes az a nyaraló? Tehát egy olyan forintba, hogy mennyibe kerül? Hát, körülbelül nagyságrendileg. Most nem viccelek, a nagyapám építette. A saját kezével? Annak már eszmei értéke van, haver, az eszmei érték. Szóval pénzben nem kifejezhető, hogy mennyit ért. De ugye mégis próbálnánk forintosítani? Nem sok, de az eszmei érték a lényeg. Hallottatok a sukurói foci csapatról? Ötletem sincs, kik azok. Nem, én fradista vagyok. Ja, akkor de azt tudod, hogy sukoró az nagy ellenfele a Fradinak, hát nem most, egy ilyen 15 éve. Nem. Te nem mondál meg, hogy hajrá, sukoró? Nem, nem mondanám. Megkérdezem, a Viva megálló? Ez az, igen. Mondd, ami benned van. Luortól szeretném megkérni a Mizut. De az már tegnap volt, az már lejátszott. Geci Gránál se kérhetem be? Az is lejátszódott. Na jó, de nem, csak most a kedvedért, kinek küldenéd? Szeretném küldeni minden barátomnak, és minden családtagomnak, és mindenkinek, aki szereti. Ez jön, most figyeljetek, Fluortól a Geci Gránát. Köszönjük szépen! Srácok, srácok! Bocsánat, ti mennyire vagytok ütőképesek? Hát még annyira nem. De később azok lesztek? Azok leszünk később, igen. Ugye például egy balhé van, akkor beleálltok, vagy inkább kiálltok belőlem? Beleállunk mindenképpen. Rendesen, tisztességesen. Mint a szar úgy. Mint a szar? Mint a szar. Mondjál te is valamit, tesóm. Káosz TV! Mit gondolsz rólam? Nagyon fasz a csávó vagy. Nem ismered azt a szatlalomat, hogy én fasz a gyerek vagyok, azt mondják nekem? De az a téd, Dani meg a Curtis, nem? Jó, nem lehet téged átvenni, képbe vagy. Azt hittem, hogy el tudom neked sütni, hogy az én dalom. Ja. Hát lehet, hogy a remix a tiéd, nem? A remix sem az enyém. Ja, faszol felhúzatal szerintem. Egyszerűen profi. Mit gondolsz Sukoróról? Kiről? Sukoró. Nem ismerem. De
De az a település, ahol most vagyunk. Ja. Hát a Sukorón, Sukorón van megrendezve az EFOT. Velencei tó mellett Sukoró. Jó, ezt nem tudtam, de amúgy fasza. Minden fasza? Minden, nem, már nagyon jó szerintem ez a buli party. Igen. Iszol ilyenkor amúgy? Nem tudom, de még egyszer, bocsánat. Iszol ilyenkor? Iszol alkoholt? Nem, én sportember vagyok. Ilyen sportoló vagy? Nem, focizok meg boxolok. Ez az alapfelállás. És mikor az ütöd a jobb egyenes, akkor az első lábaddal kilépsz, hogy beleviszed az egész. Meccseid is vannak? Most nem. Marci geci, hallod? Marci geci, milyen rendes még fogadtatás, hallod? Az meg. Mit gondolsz az EFOT fesztiválról? Sok itt a Goldiger? Tehát sok itt a lehúzós csajszín? Tesó, itt? Rengeteg. Az a szerencséjük, hogy barátnőm van, bazd meg. De különben lehúzhatnának. Nem. Engem nem lehet, bazd meg. Engem nem lehet. Nem abból a fából faragtak téged. Nem, talán őt. Max őt. Kit? Nem őt sem, Milos sem, nem. Le lehet húzni? Elnézést, Káosz TV? Fuck! Mondd a kérdésedet és én válaszolok mindenre! Bevállalós alkat vagy? Igen! Mit jelent, hogy mit csinálsz? Bármi! Akkor melyik fesztivál van, a szex nem fér bele, ezt kimondhatjuk. Nyilvánosan nem. Ez mit jelent, hogy nyilvánosan, de ha mondjuk elvonulsz egy sátorba, vagy egy... Az belefér, nyilván! Oh. És hogyha mondjuk esetleg a partra a kövek közé? Nem. És ha mondjuk esetleg egy bódé mögé? Nem. És ha mondjuk... Maradjunk a sátrak között, és annyi. A sátrak között már okék vagyunk? A sátrak között már oké, nem kell bemenni a sátra, hanem sátrak között? Sátrak között oké, de... Az már nem annyira nyilvános. Nem szépen. Úristen, nagyon örülök, hogy találkoztunk. Vannak még így egy páran ezzel. Vicceltem, köszönöm. Szevasz, mesterem! Mi van veled? Mi ez a sok fuchs? Hallod, ittunk két felest, kaptunk láncot. De rendesen, bazege, aranyláncot osztogatnak, hogy a feleseket iszol? Rendesen már rosszul érzem magam, ennyi lánc a nyakamba. Hallod, ez a legjobb befektetés, nem? Tehát, hogy ez ennél jobb nincs. Nem kell dolgozni, nem kell pénzt keresni, inni kell, és abból jön a pénz. Hallod, várjál, kettőt kaptunk, meg egy sapkát is, annyit ittunk már. Az igen, hagyj gratuláljak. Nagyon gratulálok mindez, amit elértél. Valami jégeres cuccot kérsz, mert megiszom. Azt én nem szeretem annyira, megmondom őszintén. Megiszom. Jó, azt majd elfogadom, de várjál, beszélgessünk inkább. Hárman vagytok, srácok? Igen, egyik srác itt volt, de ketten jöttünk, Szegedről. Szeged? Na, és miért nem a színre mentek akkor? Hát akkor hogy az EFOT-ra jött? Van egy saját fesztiváltok. Az egy drága fesztivál. Annyit még mondtatok, hogy kövessetek be Instán! Persze. Mit szólsz azokhoz, akik idejönnek ingyen reklámért? Tudják, hogy imádják a Káosz TV-t, sokan nézik, szóval idejönnek basszus ingyen reklámért. És végignéztem eddig. Az összes rész? Igen, és egyszer, na, sosem volt lehetőség eljönni. Ez a életem legelső fesztiválja. Nem mondod komolyan. Nem. Gratulálok. Színen sem voltam. Köszönöm. De azért sok helyen jártál, nem? Azt hittem, hogy sok helyen jártál. Igen, Budapest Park, Siófok, Plázs, de ezek mind munkahely. Ez nem jó. Hogy gratuláljak neked, hogy mennyi helyen jártál. Nagyon gratulálok ehhez. Sportolsz valamit? Nem, ketrecharc. Hoztam ide! Hallod? Hagyjuk, tesó, imádlak, hagyjuk! Jó, nagyon jó ez a brand amúgy, nagyon tetszik. Elég káoszosak vagyunk. Ti már voltatok, szerepeltetek valami Káosz TV-ben, nem? Tessék? Már szerepeltetek valami Káosz TV-ben, nem? Nem, tegnap én engedtelek be a kapunál. Ja, akkor azért vagy ilyen ismerős. Te is? Igen. Ti tesók vagytok. Igen. És nagy Káosz TV rajongók is vagytok, nem? De, nagyon szeretjük. Káosz TV! Ezt be akartam egyszer mondani. Mit szóltok, hogy csak így idejönnek a csajok és megölelnek? Nem rossz azért? Nem rossz. Én is bírnám. Hogy lehet? Valamelyik nem mondta el a nevét? Az a baj, nem. Bazd meg. Hát, hogy nekem bakancslistás, hogy Káosz TV-be szerepeljek, és most pipálhatom. Mert mindig nézlek téged a YouTube-on, és totálisan jó tartalmakat gyártasz. Legjobb. Kimondhatjuk akkor, hogy magasan a YouTube szférából én vagyok a legjobb tartalomgyártó. Ezt teljes mértékben állíthatom. Ha szponzor lennél, csak velem dolgoznám. Hát figyelj! Gondolkoznék rajta kicsit. Mi az, hogy hát figyelj? Mi az, hogy hát figyelj? Hát erre rá kell vágni, hogy igen. Hát ne haragudj, hát a zsém múlik. Hát business. Nem akarok dicsekedni, de... Ja, itt lehet. Két lányjal jöttem össze. De esélyszakán egy triciklire felültél, ez azt jelenti? Triciklinek hívjuk. Fogalmazzunk úgy. De akkor ez azt jelenti, hogy várjál, te egyedül volt a fiú, és két lányjal szexeltél. Nem egyszerre. Először az egyik, utána a másikkal. Így van. De egy sátorba? Nem, én nem sátrazok.
Hol? Itt a... Nekem, én Blázsra is így járok le, hogy nem szabad helyet foglalni, hanem... De akkor hol állnak meg, oda megyünk. Oda kell menni, és ők hol szálltak meg? Most nem fizetek azért, hogy valakivel összefeküdjek. Inkább befűzök valakit, hogy legyen alvóhelyem. Jogos, száruld el nekem, hogy te hány óra óta iszol? Most van olyan 8, hány óra óta iszol? Tegnap délután... nem, tegnap fél egy. És azóta folyamatosan iszol? Jaj, nem hagytam abba. Aludni és enni se álltál meg? Vagy esetleg fürdeni? Nem aludtam. Fürdeni se? Semmi ilyesmi. De hogy csinálod azt, hogy nem alszod? Mit csinálsz ilyenkor? Mit szedsz be? Fenn vagyok, nagyon. Aztán... Csak könnyen fenn vagy, nem? Ja, sima liba. És te figyelj már ilyenkor, nem, hogy egy fesztiválon, te itt alszol, gondolom, nem? Hogyne. Ilyenkor nem, hogy szoktak fogatmosni amúgy a fiúk és a lányok? Tessék? Szoktak ilyenkor fogatmosni a fiúk és a lányok? Van arra idő? Remélem, hogy lányok szoktak, én nem szoktam. Nem kell. Mi fér bele itt egy fesztiválom? Nekünk semmi. Egyetlen semmi? Tehát még az, hogy egy koncertre elmész, megnézed, még az se? Hát igen, jó. Ja. Én ilyenekre gondoltam, meg az ivás. Hát mi nem iszunk. Biztok egyáltalán? Nem. Cigi? Az se, fúj, nem. Minek jöttetek fesztiválra? Itt ilyeneket kell csinálni, nem? Miatt jöttünk. Én ezeket mind csinálom. Hát ez nem baj. Kelleni fog egy szöveget folytatni. Kellett a pénz, meg lett. Agágyik... Ja, ez Kál Kevin. Na, figyelj. Kellett a pénz, meg lett. Kellett a pénz, meg lett. I got to say sadness. Igen. Nem hallottad ezt a számot? De felismerted, hogy Kál Kevin. Hát igen, de annyira nem hallottam. Kellett a pénz, meg lett. I got to say sadness. Mi nem szoktátok egymást tesózni, tehát hogy így tesóm, úgy tesóm. Nem, mi nálunk ez nem diva. Ti hogy hívjátok egymást? Hát a nevükön. Mindenkit. A nevükön? Jó, az se rossz amúgy. Milyenek a csajok? Tehát azért csajozgattok? Hát én nem tudok, de ők biztosan... Ezért nem tudsz csajozni? Hát nekem barátnőm. Ja, azt hiszem, hogy nem tudsz, tehát, hogy nincs olyan képességed. Ja, hát képességem az talán lenne, azaz remélem, de otthon vár a barátnőm. Két éve az egyik barátom beletrókodott a videódba, azt mit csinált? Fejezd már be! Őt keresjük! Nincs itt, hiába keresed! De hallod, a legnagyobb forma az e-fotról nem jött lefotózni? Hát... Megkomolyodott? Basszunk le közösen egyébként! Baszódjon meg nyilván! Hát. Jó vagy a Berkinél! Ő műsorvezető a Berki, egy fos, bazd meg! Ő fos! Ennyi idősen elérte, amit... Ő 40 évesen, na mindegy, hagyjuk ezt az egészet. Egy ilyet tudok neked adni. Letépnéd rólam a ruhát? Hát, maybe yes. Ez neked hoztam amúgy, de komolyan. Nagyon köszönöm. Jelenleg most nagyon jól vagyok, tehát az alapozás már megtörtént. Azt mondják, hogy eléggé Goldiger, hát Goldigereket tele lett az EFOD, mivel nincsenek fesztiválok, a Sound helyett idejönnek. Ugye az igazi Goldiger lelőhely az a Sound, és hogy emiatt... Ez egyébként logikailag nézve biztos, hogy valószínű, de... Ötödik embertől hallom ezt. Az a baj, hogy csóró vagyok, szóval Goldigereket nem igazán... Nincs mit lehúzzanak. Te megúsztad. Csak egy csóró autószerelő vagyok. Azok nagyon sokat, miről beszélsz? Én összes pénzem az autószerelőmnél hagyom. Az összeset. Nem én mondtam. Te vagy a következő. Nyomom! Mi újság, srácok? Én kérdezek tőled. Hogy érzed meg az a fesztiválod? Meg vagyok, tesóm, kurva jó hangulat. Itt vagyunk az EFOD fesztiválon. Minden jó, veled Mizu tesóm! Jó vagyok, köszönöm szépen, tegnap jöttem, megmondom nektek őszintén, hogy egyébként annyira nem vagyok eddig pozitív a fesztivállal kapcsolatban. Miért, baj, tűz egész nap a nap, próbáltunk ma kimenni a strandra itt a haverokkal, háromszor lekéstük a vonatot, nem fértünk fel, ugye kicsit csalódott vagyok így napközben. De erről miért a fesztivál tehet, hogy a vonatra nem fértél fel? Hát miért nem adnak kettő vonatot? Mondjuk miért nincs több sín? Ugye? Tesóm! Kerékem megy! Megint az, kipukkadt a vonat kereke? Én meg felpumpálnám! Hogy pumpálnád fel? Mutasd egy vonat kerékpumpálás! Azaz! Ott van! Tudod, hogy csinálják az almaszedő táncosok? Meg van a nyilazó! Mutasd a nyilazót! Meg van a kőműves! Erre, azt a mindegy, mennyit tanulok ma te! Melyik ezek közül a kedvenc? A löcsögős! Milyen? A löcsögős, az csak ilyen, tudod?
Ezek voltak a 2021-es EFOT Fesztivál legjobb pillanatai innen Sukoróról, Velencéről. A következő állomásunk a Strand Fesztivál lesz. Nagyon várom, azt is ott találkozunk. Szevasztok! Ne is törődjetek vele! Na sumi!